hogyha ők így összeállnak, akkor már egy csávos nézéssel az apukájukat le tudják venni a vagy a lábukról. Érkezik hozzánk Senánszky Petra. Még más embernek ez a távolság 16 lépés, Petának csak 9. Hello, Petra, sziasztok! Nos, akkor hamarosan kezdjük veled a sorsást, és beszélgetünk is, de addig is készül mindenki, hiszen 2023-ban járunk, ez a 40. heti luxus sorsás, ahol a jackpot várható főnyereménye 23 millió forint. Petra, arra szeretnénk kérni, hogy a Luxor játékot te indítsd el ezen a héten, úgy látom, már készen is állsz, úgyhogy ne húzzuk az időt, mehet. Köszönjük szépen. Igazából egy benyúlással, ahogy ezt az úszók mondják, meg is van az indítás, 75 számgolyó, betűszám kombináció, nézzék és karikázzák, vagy x-ék, ahogy önöknek tetszik, és legyen komoly nyeremény ma is, mint hogy minden héten. No hát, Petra, örülünk, hogy itt vagy, itt a szárazföldön, hogy érzed magad? Jól van, köszönöm szépen. Egyenesen Berlinből, ugye? Igen, berlini világkupáról érkeztem. Igen? Az úszásból, és ez egy világkupa sorozat, úgyhogy jövő héten Athén, aztán Budapest. Gyorsan eredményekről. Igen, eredmény, igen. Igen. Igen, a 400-as gyors úszóváltóval második helyen értünk célba a lányokkal, és tizedik helyen végeztem 50 méteres gyorsúszásban. Aha, na ehhez még majd visszakanyarodunk, de hogy a lánygyermekek világnapja lesz október 11-én, te is lánygyermek vagy, de tulajdonképpen felülről alulról segítenek, hiszen ugye hárman vagytok lányok testvérek. Mennyire nehéz, mennyire könnyű csak lány testvérnek lenni? Hát nekem jó volt, én élveztem, mert ugye én vagyok a középső, úgyhogy a nővérem. Ahogyha valaki összeveszett a másik, akkor mindig volt egy társ, akivel így szövetkeztetett az ember, de én nagyon szerettem, és nagyon jó kapcsolatunk van a testvéreimmel, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, mert ők a legjobb barátnőim. Viszont az élet különböző területei láthatunk titeket, a nővéred a tudomány ágban jeleskedik, a húgod pedig a szépségiparban, ha jól tudom. Igen, igen, apa mindig viccelődik vele, hogy én vagyok az ügyes, a húgom a szép, a nővérem meg az okos. Persze remélem, mind a hármunkból szorult mindegyikből, de igen, ezzel szokott viccelődni, és hát felnézek rájuk én is, mert tényleg a húgom is nyert szépségversenyt, a nővérem pedig a tanulásban volt mindig ügyesebb igazából nálunk is, és most pedig egy kisgyermek anyukája, ő is lány szült, és hát nagyon-nagyon ügyesebb. És szerinted az, hogy a családban mindenki ilyen fantasztikus eredményt ért el a saját útján, ez minek köszönhető, hogy mondjuk ti rivalizáltatok kiskorban egymással, és mindig túl akartatok tenni a másikon, vagy a szülői háttér volt ennyire erős? Szerintem is. Az apukám meg az anyukám, ők sosem erőltettek semmit ránk. Mi voltunk azok, akik kiválasztottunk egy-egy területet, és abban szerettünk volna minél jobbak lenni. Lehet, hogy igen, egymást is húztuk, mert hát nekem is szép eredményeim vannak a sportban, húgom is elég ambiciózus, és nővérem is elég magacs ahhoz, hogy elérjen eredmény. Mi hárman testvérek vagyunk, de a harsányok csak fiúk. Ahogy ránézek, azért örültem volna egy lánytestvérnek. Nem tudom, vagy nálatok ez erős női dominancia, ami jelen van a családban, egyrészt az kell mondjam, hogy idézelben szegény apukád, mert ha ilyen hölgyek veszik körül, akkor azért neki ez jó, de valahol nem vágytál volna, vagy nem lett volna, hogy egy fiú testvér? Hogy érzed ezt most? Hát így belegondolva, hogy érdekes lett volna, de nem tudom, mert ugye nincs tapasztalatom benne. Apa mindig mondta, hogy ő örül, hogy ő lányos apuka, és nagyon élvezi. De megállunk most egy pillanatra, hiszen a Luxor sorsolásban elérkeztünk az első megállóhoz, vagyis az első képtalálathoz, és ahogy már láthatták a képernyőn, kettő darab első képtalálatunk van. Ez szelvényenként 510.615 forintot jelent a szerencséseknek, gratulálunk. Nos, miattig folytatjuk a beszélgetést, ugye hát azért, hogy a lánygyermekek világnapja és a sok-sok komoly siker, ami mögötted és még előtted van, azt gondolom szinte már csak egy karcsapás, és ott lehet az a párizsi olimpia, ezzel hogy állunk? Igen, most tavasszal sikerült megúsznom Hosszú Katinka országos csúcsát 50 méteres gyorsúszásban. Pillanat, taps. Igen? Igen. Köszönöm szépen. Én is nagyon örültem neki, mert most ez volt az első év, hogy úszonyos úszóként igazán az úszással foglalkoztam, és teljesen előről kellett kezdenem tanulni a mozdulataimat a vízben. Ennyire más a kettő? Igen, igen. Én nem gondoltam volna, kívülről talán egy laikusnak nem tűnik fel, mert hát úszony van a lábamon, meg egy snorker, vagyis hát pipa a számban, de hogy így kívülről hasonló a mozdulat. Viszont egyáltalán nem az, meg tényleg 50 méteren az összes kis karcsapás, tehát hogy az összes
testhelyzet, úgyhogy... Például az is, hogy kinek nekünk milyen hosszú a körme? Igen. Lehet, hogy az is segít. Hát 10 kicsi evező, akár. Igen, azért kérdezem. Igen. Tehát lehetnek ilyen kis apró praktikák, ami esetleg egy-két tizedet, századot tud javítani? Igen, szoktak vele viccelődni, hogyha kicsit hosszabb a körme az embernek, akkor gyorsabban a dél, és akkor azért 50 méteren az 1-2 század vagy 10 másodperc azért nagyon sokat számít. Mennyi kellene a párizsi induláshoz? 1/10 másodpercre vagyok tőle. Ezt ki sem tudjuk mondani, milyen rövid idő, de, vagy milyen csekély, de meg lesz. Levettem a körben. Igen, hát lehet, hogy az kell hozzá, igen. Azt hiszem, hogy mindenkinek, minden szakmában, akár sportban, mindenhol kell, hogy legyen példaképe, és én gondolom, hogy neked is volt. Emlékszel, ki volt az, vagy kik azok? Igen, az apukám és az anyukámat szoktam mindig mondani, mert ők nagyon szorgalmasan építettek fel egy vállalkozást, amellett, hogy nagyon korán érkezett nővérem az életünk, most apáik életében, még egyetemisták voltak. Apa mindig mondja ezt a történetet, hogy bement egy hivatalba, és mondta 24 évesen, hogy már 3 gyerekes apuka, és nem hitte el a... 24 évesen? Igen. Okay. Úgyhogy nagyon szorgalmasan dolgoztak azért, hogy nekünk minden meglegyen. És most már te is példakép vagy sokak számára. Ez milyen teher esetleg? Nem éreztem soha ezt tehernek. Persze saját magammal szemben mindig ilyen óriási elvárásaim voltak, de hát sportoló vagyok, úgyhogy elég maximalista. Igen, itt az úszásban is próbálom jól megélni azt, hogy még nem ott tartok, ahol mondjuk ha 7 évesen kezdem, akkor tartok. De hát sajnos nem ilyen típus vagyok, úgyhogy azért bennem van azért a motiváció, hogy itt még nagyobb eredményeket érjek el. Egy örök kérdés, hogy tulajdonképpen az emberi élet roulette játékában felteszünk-e mindent egy színre, vagy egy lapra. Ha nálad nem az úszás lett volna, akkor lett volna más út az életedben, jó szépség királynőként szerintem szintén, a tudomány másik ága, tetesem, de ha mondjuk nem jön be az úszás, mert ilyen is lett volna, akkor lett volna Péter. Köszönöm szépen, de az a húgom terepe. Én maradok a sportnál. De igen, régen nagyon szerettem rajzolni, úgyhogy lehet, hogy ilyen művészeti irányba mentem volna. De azért az úszásnak van még ága, élet és vízimentő, ebben is kipróbáltad magad. Mesélj nekünk erről egy kicsit. Igen, az a harmadik számos sportágom. Én nagyon szeretem, mert egy kicsit az úszás és az úszonyos úszás között van, azt így összekapcsolja, összekovácsolja, és sokkal felszabadultabban tudott versenyezni mindenki, mert sokan jönnek úszásból, én például úszonyos úszásból főleg, de azért itt mégis is olyan óriási nyomás. Hát de mégis életmentésről van szó, persze. Ami azért elég nagy nyomás szerintem. Egy nagyon komoly sportág, csak nem a feltétlenül itt arra megyünk rá, hogy ugye az olimpia, mert mindenkinek a saját sportágában vannak ilyen nagyon óriási nagy céljai, itt inkább az a lényeg, hogy a hangulat is jó legyen, és amellett tudjunk nagy sportsikereteket elérni. És ezt hogy képzeljük, elmentek különböző tengerpartokra, és addig vagytok ott, amíg valakit meg kell menteni? Ja, Istenem. Vagy hát nem sajnálom, vagy pedig azért ez elképzelhető, szimulált valami. Hát szerintem nagyon érdekes sportág, mert amúgy vannak ilyen feladatok, ilyen szituációk, amiket meg kell oldani, olyanban mi nem versenyzünk, mert ahhoz tényleg egy teljes élet kell, hogy felkészüljön az ember. Mi egy kicsit inkább a váltókra fókuszálunk, amik medencések, és jobban tele kapcsolódik a szúszáshoz, úszonyos úszáshoz, és abban tudunk azért elérni egész jó eredményeket, mivel edzettek vagyunk, vízben vagyunk, szóval, de még ott is lehet fejlődni és fejleszteni. Amúgy az egyik ilyen legérdekesebb, amiben amúgy nem is vagyunk annyira jók, sajnos még, de az egy nagyon speciális 4x25 méteres baba húzó váltó, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy fél testén műanyag testet kell húznunk, ami 50 kilós, de félkarral gyorsat úszni annyira nem könnyű, úgyhogy ezzel azért szoktunk szenvedni, és hát néha van olyan, hogy majdnem minket kell megmenteni utána. Ebben a műsorban vagy egy nagy ugrással zárjuk a beszélgetést, nagyon jó volt beszélgetni. A szerencsét mindenkitől meg kell kérdezni, milyen formában, milyen szinten vagy jelen az életében, akár magán, vagy a szakmai részen, hogy érzed, mennyire vagy szerencsés? Igen, én úgy érzem, hogy mindenkinek, tehát a saját szerencsémnek a kovácsa vagyok, tehát hogyha elég szorgos vagyok, elég sokat dolgozok, akkor a szerencsét egy kicsit lehet a minimum fokra tenni. Most nem érzem mostanában magamat annyira szerencsésnek, mert sokszor lettem olyan, tehát lett 17. helyem, 9. vagy pár század, most is Berlinben 400-addal maradtam le a döntőről. Nem feltétlenül állt mellettem a szerencse. Eddig? De
eddig. Én úgy gondolom, hogy ezt azért vissza fogom kapni majd. Most itt a műsor reméljük meg babonáz, és akkor mostantól jön a szerencsés széria. De nyilván nem ezen múlik, de azért segít. Igen, persze. Nagyon sokat tud segíteni a szerencsés. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Plusz egy tizedet szeretnénk neked most átadni, és valamelyik verseny majd jöjjön be. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A Luxorban egy pillanatra megálltunk, ami a sorsolást illeti, hiszen van olyan szelvény az országban, ahol már csak egybekarikázatlan szám hiányzik a teli találathoz. Ilyenkor mindig egy picit, hát megpihenünk, és valami mást hozunk önöknek, méghozzá különleges egyedi produkciót. A The Sharons már